Városunkban sok tehetséges diák él, akik tanulmányi vagy sportversenyeken nyújtanak kimagasló eredményeket. A tehetség fogalma igen összetett, átlag feletti képesség, amely a megfelelő környezetben átlagost messze túlhaladó teljesítmény létrehozására teszi alkalmassá az egyént. Ilyen tehetséges diák Sas Boglárka, aki még csak 11 éves, de már több országos és nemzetközi matematika versenyen szerepelt sikeresen. Bogi a Kálvin téri általános iskolai tagint 5. B osztályos tanulója, és mi más lehetne a kedvenc tantárgya, mint a matematika. Matematika és a német, mert szeretek gondolkodni, és szeretem a kihívásokat. Heti 5 matematika órán van, és plusz egy szakkör. Minden verseny előtt van egy iskolai vagy megyei forduló, és úgy lehet bejutni ezekre a versenyekre. Volt a nemzetközi kenguru matematika verseny, ott 11. lettem. Volt a országos alapműveleti matematika verseny, ott 2. és volt a Küri Országos Matematika Emlékverseny, ott 1. Az alapműveleti matematika verseny, és Marcaliba volt. Jött a anyukám is, tanárom is, még egy pár gyerek bejutott Püspökladányból, ők velük utaztunk, és a tanárom nagyon sokat tud bánni, nagyon sokat segített nekem a felkészülésben. A versenyekre legtöbbször felkészítő tanára és édesanyja kíséri el. Boglárka akkor sem keseredik el, ha nem sikerül helyezést elérnie, mert tudja, hol hibázott, és legközelebb jobban odafigyel. Minden verseny előtt hosszas felkészülés van, és mikor utazunk, odaértünk, és mikor már írom, akkor is izgulok, akkor nagyon. Szereztem rutint, és már nem nagyon izgulok, mint régen. Azokon a versenyeken, amikkel nem értem el nagy sikert, azokon hamar túlteszem magamat, és folytatom tovább. Nem vagyok nagyon szomorú, és a következő versenyen megtanultam a hibáimat, és folytatom tovább. Bogi nem csak az iskola által rendezett vagy kiírt versenyeken szokott elindulni, hanem több levelező versenyen is indult már, és szép sikereket ért el. Nem csak az iskolai szervezési versenyeken indulok, hanem szoktuk nézegetni a neten versenyeket, ilyen levelezős versenyeket, és azokon is. Ezeken a levelezős versenyeken mindig határidőre kell megoldani a feladatokat, és itthon szoktam azokra gyakorolni, meg itthon készítjük el. Szabad idejében Bogi énekkarba is jár, és sokat olvas. Riporterünknek pedig azt is elmondta, mi szeretne lenni, ha felnő. Énekkarra is járok, meg szabad időmben gördeszkázok, vagy görkorizok. Meg szoktam olvasgatni ilyen vicces könyveket, abban is van mások. Most mi a legújabb, ami éppen szeretnél lenni? Hát most ügyész lennék. Bogi nagyon szerény, de kérésünkre szívesen elővette díjait, elismeréseit, s azt is elmondta, mire a legbüszkébb és miért. A 3 nagy verseny közül, amiket említettem, ez az egyik. Ez a kenguru matematika verseny, ez nemzetközi. Mindenki a saját iskolájában írja, és az én évfolyamon, idén 3600 diák írta meg, és ezek közül a 15 legjobbat hívják be Budapestre, az Eötvös Loránd Tudományegyetemre. Ajándékcsomagot és könyvjutalmat kaptam ezért. Ez az alapműveleti matematika verseny, ez Marcaliban került megrendezésre, és egy jutalomban részesültem. Nem csak alapműveleti feladatok voltak, hanem volt mértékesség átváltás, meg logikai feladványok. Sasné Hegedűs Erzsébet Bogi édesanyja elmondta, egészen kicsi korában megmutatkozott a kislány tehetsége. Miután pedig iskolás lett, elkezdődtek a versenyen való szereplések. Első osztályban kezdett versenyezni, de nyilván a tehetségét már korábban felismertük. Nagyon jó volt a hosszú távú memóriája már kiskorában, tehát 1,5-2 éves korától kezdve, és nagyon sok kérdést tett fel már ekkora, miért, milyen kérdésekre válaszoltunk gyakorlatilag egész nap. Az iskolai versenyekre végül is ott túl sok segítséget nem kell nyújtanom, mert a pedagógustól megkapjam. Azokon a versenyeken, amikkel önállóan indulunk, ott azokban a feladatokban segítek, amelyiket Bogi nem tud, és tehát van, amiben tudok segíteni, de van, amiben sajnos nem. A levelezős versenyeket, tehát már sok mindenkit ismerünk az országban, és ahogy találkozunk, beszélgetünk, és tehát egymástól is kapunk ötleteket, hogy milyen versenyekre érdemes nevezni a gyereket.
Bugi édesapja azt mondja, az iskola választás nagyon fontos, meghatározó volt. Szerinte egy nagyon jó iskolában, a Calvin tériben és remek osztályközösségbe, erős és jó képességű osztályba került a gyermeke, ahol a pedagógusok nagyban segítik, hogy kibontakozhasson a tehetsége. Mind a mai napig olyan színvonalas oktatás folyik, amivel támogatni tudják ezeknek az eleve jó képességű szülők, eleve jó képességű gyerekeinek a fejlődését. Én mindenféleképpen úgy engedtem el versenyezni a gyermekemet, hogy legyen gyermekkora, tehát csak addig versenyezhet, amíg ő ezt pozitívan éli meg, amíg ő ezt játéknak érzi, amíg abszolút pozitív a hozadéka, tehát sikerélménye van. Mi is a legkisebb terhet is jelenti ez számára, akkor már nem fog tovább versenyezni. Ha ő ezt élvezi és szereti csinálni, akkor ez neki egy szabadidő kitöltési lehetőség, kvázi játék. Az, hogy ez most már ennyire komolyra fordult, ez csak az ő tehetségének, vele született genetikai adottságainak, tanulmányainak, az erős iskolának és az édesanyja folyamatos mellettelétének és folyamatos felkészítő segítségének köszönhető. Hogyha odáig folyulna a helyzet, mint ahogy van sajnos Magyarországon több olyan kis zseni gyerek is, aki már teljesen bele van pistulva a zseniségébe, akkor nyilvánvalóan én is azonnal azt mondanám, hogy itt a vége. A szülők büszkék lányuk sikereire, örülnek minden versenyeredménynek, és a pedagógusoknak is köszönik a segítőkész munkát, mondják. Nagyon örülünk neki, büszkék vagyunk rá. Lépten nyomó mindenki gratulál, aki ismeri Bugit és ismer bennünket. A munkahelyemen is, a ismeretségi, a családi körben, a rokonságban nagyon örülünk neki, elfogadjuk, hogy ez így van, és hálásak vagyunk a gyerekünknek is, hogy ilyen okos lett. Tehát nem kizárólag a mi nevelésünk és az ő genetikai adottságai, ehhez még nagyon-nagyon sok tényezőnek kellett összeállnia, mind az iskolában, mind az osztályközösségben, mind a tanári karban, mind abban a kis szociológiai közegben, ami most itt Lanályban van. A Sas családban összesen 3 lánygyermek van, Boglárka, Rozina és Lídia, és ahogy édesapjuk büszkén meséli, mindegyik tehetséges valamiben. A 3 gyermek az mindegyik egy egyedi csoda, mindegyik egy teljesen különleges kis személyiség. Boglárka picikorától fogva nagyon-nagyon felelősségteljes, nagyon komoly kislány. A középső Rozina, ő egy nagyon kedves, nagyon pajkos, játékos és művész lélek, nagyon szeret és tud is rajzolni, nagyon jó technikával, ő maga talál ki már technikákat, festegetni is szeret, de ettől függetlenül jók a reál tantárgyakban is. A legkisebb lányom, ő pedig egy kis szövegláda, ő nagyon tud beszélni, ő a legkisebb, de mégis amikor hazajön, akkor az ő hangjával van tele a ház. Most ő is nagyon szereti a reál tárgyakat is, de ő úgy néz ki, inkább a humán terület felé orientálódik. Hát majd eldöntik idővel, hogy mit szeretnének, nem akarunk rájuk márni semmit. Meglátjuk, hogy ők mit választanak. Ötleteket természetesen adunk nekik, általános felkészítésben megkapnak mindent, ami lehetséges, tehát rádiót hallgathatnak, tévét nézhetnek, internetezhetnek, mert ezt nemrég bevezettük, az internetet. Tehát az információ mennyiség az eléri őket, nagyon sok könyvünk van, nekem is gyerekként nagyon sok könyvem volt, ezeknek nagy részét már itt az ő könyvespolcokon is meg lehet találni, és még ezen kívül vettünk is nagyon sok könyvet. Egy szülő pedig mit is kívánhatna gyermekeinek, mint egy jó főiskolát, egyetemet és egy olyan munkahelyet a későbbiekben, amit szeret. Sas Bulcsú és felesége is így van ezzel. Én ha nagyot álmodnék, akkor azt mondanám, hogy találja meg azt, amit szeret, és amiből meg tud élni. Uh-huh. És Bogi, én biztos vagyok benne, hogy akár merre fordul a pályája, tehát gyakorlatilag mindenhol meg fogja állni a helyét, ha ő is akarja természetesen, mert a képességei megvannak hozzá. Remélem, hogy bármit szeretne a gyermekünk, abban tudjuk majd támogatni őt, a lehető legtovább. Bízom benne, hogy neki is sikerül majd egy diplomát szereznie. Remélem, hogy olyan szakmát szerez majd, amiből meg tud élni és családot tud eltartani.
Addig azonban Bogira még sok szép gyermekév vár vidámsággal, játékkal és persze tanulással, amit ő játszik könnyedséggel végez. Képességei éppen ezért nyilvánvalóak, ami büszkeség a szülő, a család és az iskola számára is, hiszen a Calvin téri iskola újabb eredménye, hogy egy ilyen tehetséges kisdiákot oktat, nevel.